Gyurcsány Ferenc igent mondott. Mármint a Fókusz csoport YouTube csatorna meghívására. Eleget téve Nagy Ádám, nem a másik. Nem a másik. Igen, az ő. És a társa Szabó Márton csoki meghívásának, tehát Gyurcsány Ferenc elmegy vitatkozni a két, vele finoman szólva sem szimpatizáló youtuberrel. Különös crossover így az év végére. Fókusz csoport meghívása elfogadva. Hát így. A két srác a Jól van ez így című műsorokban több részen keresztül próbálta megszólítani és vitára bírni a DK elnökét, aki bele is egyezett, hogy az ő saját platformjukon élőadásban beszélget a házigazdákkal a DK álláspontjáról, a hazáról, ellenzékiségről, meg mi egymásról. Elment a Gyurcsány Ferencéknek a levél, a meghívásról, úgyhogy kedves Gyurcsány Ferenc, kedves DK, várjuk a választ, azért nem, mégse lenne szép, hogyha nem jönne a Gyurcsány Ferenc nevet. Persze. Az Orbáni tempó lenne. Persze ez alatt sem volt nyugtunk a politika frontján. A Fidesz, akarom mondani, a Mi Hazánk törvényjavaslatot nyújtott a parlament elé, amivel a közelgő önkormányzati választásokon szeretnék a budapesti pályát a Fidesz felé dönteni. Nagyon röviden. Gyakorlatilag az országgyűlési választásokon alkalmazott szabályokat ültetik át a budapesti önkormányzati választásra. Tehát ha nincs közös ellenzéki lista, akkor nem lehet az ellenzéknek közös főpolgármester jelöltje sem. Orbánék tárt karokkal fogadták a módosítást, pedig az nem is az övék. Nocsak, végre egy ellenzéki javaslat, amit megfogad a kormánypárt. Hogyne. Már tudhatjuk jól, hogy a Fidesznél nincsenek véletlenek. Ha egy ügyet támogatnak, az csak azért lehet, mert az tőlük jön. Vagy néha legfeljebb Putyintól. Természetesen a DK eleget tett a legerősebb ellenzéki párt felelősségének, és elsőként kezdeményezte, hogy a demokratikus ellenzéki pártok közös listán induljanak a budapesti önkormányzati választáson. Ez elengedhetetlen egyrészt ahhoz, hogy Karácsony Gergely az ellenzék közös főpolgármester jelöltje legyen, és győzni tudja a jövő júniusban, másrészt a közgyűlési többség is csak így biztosítható. Tehát összefoglalva, Gyurcsány a Fókusz csoportban, közös lista az ellenzéknek Budapesten, és a káposzta is megmarad.